Jó estét kívánok! Önök országgyűlési beszámoló című magazin műsorunkat látják. Én Rozsnyai Endre vagyok, és ahogy ebben a műsorban azt már megszokhatták, a mai vendégem Vantara Gyula országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok szerkesztő úrnak és a kedves nézőknek is! Mielőtt rátérnénk a politikai témákra, egy kicsit beszéljen arról, hogy hogyan telt a nyári időszak. Sikerült-e kipihennie magát? Hát a kérdésre a válasz röviden nem, mert nekünk a nyári időszak, és nem csak rám vonatkozik ez, hanem nyilván valamennyi olyan politikus társamra, aki komolyan veszi a megbízatását és a hivatását. Ilyenkor van az az idő, amikor a parlamenti szünet lehetőséget ad arra, hogy egyrészt nyilván mindenkinek van elmaradt restanciája, hogy így fogalmazzunk, amit olvasást jelent, sok-sok oldalnyi előkészítő anyagot, tanulmányokat, egyebeket, például a Központi Statisztikai Hivatal adatsora kijött az országos is, és még inkább a megyei, amit érdemes áttanulmányozni, mert nagyon hasznos információk vannak, illetve hát bizonyos trendeket azért látunk, például a munkanélküliségre egészen jó és pozitív adatok jöttek megyére és Békés Csabára is. Tehát ezekkel is telik az idő, készülünk az új törvényhozási időszakra, körülbelül 50 törvény, erről majd később azt hiszem lesz kérdés is, és akkor ott egy picit részletesebben ezeknek az előkészítő munkái, illetve most vannak azok a nyári fesztiválok, gasztronómiai, népművészeti, folkról, kulturális fesztiválok a településeken, ahol mindenképp el szoktunk menni, hiszen ezek jelentik azt a találkozási pontot, azt a információcserét, amit tudunk a helyi önkormányzati problémák gyűjtésével összeszedni, illetve a lakossági problémák, kérdések körét is. Ugye a közvetlen találkozó mindig erre lehetőséget ad. Tehát akkor ilyenkor megvizsgáljuk a statisztikai adatokat, átnézik, hogy hogyan kell változtatni, min kell változtatni. Például a munka... hiányba, a munkaerő hiányba milyen statisztikákat látott? Ez csak példaként lett említve, hogy más kollégám ezt hogyan kezeli, ezt én nem tudom megmondani, de nekem most van időm arra, hogy, vagy volt időm a nyáron arra, hogy ezeket az összegsítő, elemző adatokra is az ember egy kicsit több időt forgasson. Amit említettem, a Békés megyei munkanélküliségi és ezen belül a Békés Csabai munkanélküliségi adatok, ezek 4,3-4,4% körül vannak, ami azt jelenti, hogy a Békés Csabai adat ennél egy picit, egy néhány tizeddel kevesebb, tehát jobb, mint az országos átlag, és a megyei adatok azok pedig nagyjából az országos átlag között vannak. Természetesen a statisztika az úgy kezelendő, ahogy a statisztikai adatokat illik kezelni, trendeket mutat, hiszen nyilván itt a délbékési és az északbékési területek között eltérések vannak, de ezért ez egy pozitív adat, hogy összességében Békés megyében a munkanélküliség jelentősen csökkent, és most már azon a határon van, hogy itt is fellép bizonyos munkakörökben, bizonyos munkahelyeken, bizonyos területeken munkaerő hiány. Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy ez egy kicsit abszurd dolog, hogy van ugye munkaerő hiány és munkanélküliség. Ez hogy lehetséges? Igen, talán ez egy picit hosszabb téma, és talán egy külön magazin műsort is megérne, de nyilvánvaló itt összefüggés van a képzés, korábbi képzési rendszer, tehát a képzési reformok, változtatások, amit a néhány évvel ezelőtt az Orbán kormány vezetett be, annak a hatásai, illetve az előtte lévő képzési rendszer hiányosságai, hiszen ez azt mutatja, hogy vannak olyan ipari területek és olyan területek a gazdaságban, ahol munkaerő hiány van, és vannak olyanok, ahol a túlképzés miatt nem találnak esetleg munkát a korábban azokon a szakterületeken végzett fiatalok, illetve hát az idősebbek is. Ez azt mutatja, hogy igenis jó irányba lépett el a munkahelyi teremtés és az oktatás összehangolása és az ipari igények és az oktatásnak a irányai bizony most már találkoznak, és jutunk talán el néhány év múlva, hiszen ez egy hosszabb folyamat, hogy valóban azokat képzi az oktatás, akiket aztán a munkaerőpiac azonnal és rögtön átvesz. Vannak ilyen szakmák, most már a építőipar gyakorlatilag valamennyi ága, a fém, elektronika, informatikában szinte valamennyi ágban idézőjeles munkaerő hiány lép föl, és hát ez az oktatás új iránya, ez a kettős rendszerű oktatás, ez nyilván ez irányba lépett előre, és ezt ismerték föl az oktatási reformba, és lépték meg,
hogy olyan jellegű képzések kerüljenek előtérbe, amiket aztán a munkaerőpiac azonnal átvesz, és nem fiatal munkanélküliként kezdi el az életét. Ennek nagyon sok pozitív oldala van, hogyha az ember azonnal dolgozni kezd, fiatal korában, 18-20-22 éves korában is azonnal van munkahelye. Ez az élete további szakaszában nagyon fontos. Mielőtt a jövőbe tekintenénk, egy kicsit nézzünk még vissza a múltba, igaz csak a közelmúltba, augusztus 20-áig. Ön szerint milyen, mekkora jelentőségű a magyar nemzet számára ez az ünnep? Talán két dolgot érdemes kiemelni, hiszen Szent István szerepét, Szent István politikáját, Szent István állam alapításának, hiszen a magyar államiság alapjait ő neki köszönhetjük. Sokszor és sokan elmondták most is, és az előtte lévő korokban is. Talán annyit érdemes a mai szemmel kiemelni az ő munkásságából, hogy mindenképpen előrelátó politikus volt. És itt a politikus és az állam férfi közötti szerepet is megvilágítsuk. A politikus kifejezés Szent István esetében nem jó, ő valóban államférfi volt, hiszen nem évekre, évtizedekre, választási ciklusokra nézett előre, hanem évszázadokra határozta meg, és jól határozta meg Magyarország szerepét, helyét itt Közép-Kelet-Európában, illetve a világban. Ez egy rendkívül nagy teljesítmény. A ma politikusainak ez nem sikerült, ezt láthatjuk akár hazai, akár európai szinten is, a pillanatnak gondolkodnak, talán még éveket se gondolnak előre, hogy a lépéseiknek a következményei mik lesznek, itt mik lennének azok a helyes lépések, amelyek jó irányba vinnék a világ, Európa és Magyarország sorsát, ezért érdemes figyelni ezeket az eseményeket, hiszen nem sokára döntenünk kell arról, hogy ki milyen irányba lép. A másik tanulság, talán már nekünk, hogy valamennyi előttünk járó nemzedéknek volt egy sorsfordító, egy döntő szakasza az életében, amikor a magyarságot, hogy Magyarország valóban magyar ország marad-e, meg kellett védenie, ki kellett állnia érte, akár fegyveresen, akár csak utcára vonulással, akár csak helyes politikának a kijelölésével, amikor meg kellett védeni ezt az államiságot. Ha csak úgy visszagondolunk a Habsburgok utáni, a török megszállása, a Habsburgok utáni időszak, aztán a különféle diktatúrák időszaka, 1956 a legfrissebb történelmünkben, aztán 1990, tehát minden nemzedéknek volt egy olyan sorsfordító kérdése, ami központilag azt határozta meg előre, hogy marad-e Magyarország független valóban Magyarországként, vagy nem, és ez most itt van, velünk van, itt élünk vele, hiszen nem csak Magyarország, hanem Európa sorsa is azon függ, hogy a következő néhány években ezt a nagyarányú külső bevándorlást, migrációt hogyan tudjuk kezelni. Maradunk-e független állam, maradunk-e a keresztény államiság keretén belül, vagy valami egész más lesz, amit mi nem szeretnénk. Tehát ezek a sorskérdések ma is fontosak, és talán még egy, hogy Magyarországon valamennyi ünnep, így augusztus 20-a is a biztonság jegyében telt el, nem kellett rendkívüli állapotot kihirdetni már Magyarországon évekkel ezelőtt, mint ahogy ez például Franciaországban már második éve tart. Nincsenek fegyveres járőrök, akik az ünnep biztonságát, egyáltalán a turisták biztonságát, akár Budapesten, ahol, akár az ország másik részén biztosítaniuk kell. Ez azt jelenti, hogy szabadon, nyugodtan, biztonságban tudtuk az ünnepeinket, nem csak augusztus 20-át, hanem valamennyit megtartani. És ez egy nagy érték, adjunk hálát a sorsnak, hogy ez ma így van Magyarországon. Említette, hogy sokan nem gondolkoznak előre. Most teljesen laikusként kérdezem, hogy a 21. században, a mai politikai struktúrában mennyire lehet előre gondolkozni? Lehet úgy, mint régen, akár századokra is, vagy évtizedekre előre gondolkozni? Nyilván felgyorsult a világ, de hiszen gondolom ez így lehetett a államalapítás környékén, 1000 környékén is, tehát valószínűleg ők akkor egy más struktúrában gondolkodtak, de ez nem zárja ki azt, hogy valóban hosszú távon, ugye a kicsit magyarított latin közmondás szerint céltalan hajósnak hiába fúj a szél. Tehát, hogyha nincsenek előre kitűzött céljaink, hosszú távú céljaink, hanem csak a napnak élünk, egy bizonyos valami körül forog a gondolkodásunk, és nem gondolkodunk abban,
hogy például a migráció kérdésében, ugye mai napokban a bajor miniszterelnök nyilvánosan is kimondta azt, amit félnek kimondani nyugaton, hogy nem beszélni kéne Nyugat-Európában, az Európai Unióban, Brüsszelben a migrációs kérdés, hanem megoldani. Ez a sok beszélés, ez a tárgyaljuk ki, üljünk le, beszéljük meg a problémákat, ez ma nem hatékony. Sokkal gyorsabb a világ, gyors intézkedések kellenek, és aki az intézkedések végén látja azt a célt, amit el akar érni, ami nyilván mozgó célpont, hiszen az körülmények változhatnak, de egy hosszú távú célja mindenkinek kell, hogy legyen. Magyarország államiságának a megőrzése, a függetlenség megőrzése, az önállóság, de közben Európához tartozás, jó viszony a szomszédokkal, a külpolitikában, a külső, a magyarság tudatának a megőrzése, támogatása, és sok-sok még ilyen összeszedett fő politikai hangsúlyt, ha látunk előre, és a megvalósítás menetét is látjuk magunk elé, hogy mikor mit érdemes lépni, és milyen politikai lépéseket kell tenni, akkor igen, a többit pedig úgy hívják, hogy politikus, ezt pedig úgy hívják, hogy államférfi. Most beszélünk egy egészen más témáról, de még mindig a nyári időszak eseményei közül. Ugye most volt nemrég a vizes VB. Képviselő mennyire figyelte a vizes VB eseményeit? Talán kezdjük a politikai oldallal, hiszen most ebben merültünk bele. A vizes VB tanulságai között talán ez nem annyira nyilvánvaló, de van egy politikai értelemben is vett szempont és észrevétel és tanulság. Ugye megjelennek mindenféle nyilatkozatok a versenyek előtt, hogy én most bomba formában vagyok, és most ezt fogom csinálni, és ezt a csúcsot döntöm meg, és az egyéni csúcsomat minimum, és utána másodpercek döntenek, és nem jön be. Ez analóg a választásnál, mert ugye most közeleg majd az őszi időszakban el is indul a kampány, és fogunk hallani mindenféle szépet és jót magunkról, és az ellenfélről pedig mindenféle csúnya dolgokat. Ez a tanulság az lesz, hogy végül is a szavazat számok döntenek. Tehát így lehet analógiában, tehát hogy a szavak és a tettek, hol a másodpercek, hol a szavazatszámok így kerülnek, aztán összhangba is kerül mindenki arra a polcra, a dobogó azon fokára, vagy esetleg lemarad a dobogóról, amit szavakban ő nagyon tudott és nagyon szépen elmondott, de a tettek mást igazoltak, többen voltak jobbak nála, több szavazatot szerzett az, aki aztán végül is a választások nyerteseként megkapja a bizalmat jövőre. Ez egy a szavak és a tettek közötti azonosság talán észrevehető. A másik tanulság, aminek szintén van némi politikai éredet, térjünk a sport irányában, az pedig az, hogy kis hitűséggel nem lehet ilyen világversenyeket megrendezni. Magyarország bebizonyította ezzel a világ. Én magam többször jártam a versenyek idején Budapesten, sajnos a versenyekre nem jutottam ki, de a versenyek idején azt a hallatlan nagyszámú turistát, ideérkező sportolót, sportvezetőt, szakembert és a velük utazó turistákat, rokonokat, egyebeket olyan nagy számban jöttek, és szinte öröm volt látni azt, hogy este 10 óra, 11 órakor az idő is nagyon remek volt. Egész Budapest szinte egy korzóvá vált, ahol beszélgetés, egy-egy ital elfogyasztás, egy fagylalt elfogyasztása mellett nyugodtan, békességben nagyszámú turista megértette egymást, akár szurkolók is, akik ugye ellentétes csapatoknak szurkoltak, hogy összefogás nélkül ez a kitűzött cél itt ismét visszaköszön, hogy igenis Magyarország kitűzte 2 évvel ezelőtt, amikor egy kényszerhelyzet volt, amikor a mexikói város lemondta a rendezés jogát, és 2 évre vállalta Magyarország, hiszen ezek azért jelentős munkálatokat igényelnek és előkészítést, és 2 év alatt gyakorlatilag 4 év munkáját sikerült elvégezni és bebizonyítani a világnak, hogy igenis meg tudunk egy ilyen világversenyt rendezni. Ez tanulság lehetne az olimpia elleni küzdőknek is, hiszen a kis hitűséggel, a becsinált sereggel nem lehet háborút nyerni. Ha tudjuk és elhisszük saját magunkat és magunknak, és elhitetjük másokkal, hogy igenis erre képesek vagyunk, akkor ezt meg lehet csinálni. Nyilván erőfeszítést, több munkát, odafigyelést és minden előkészítés pontosságát igényli, ez megvolt, összejöttek ezek a tényezők, és egy nagyszerű világversenyt láthattunk, remek magyar sikerekkel, és hát most még látszik, hogy van még a női és a férfi vízilabdában, ugye a két legnépszerűbb sportágban némi erőrelépési lehetőségünk. Látjuk azt, hogy esetleg a tokiói olimpián ez már sikerre vezethet. Szerintem sikeres volt,
és a siker legfőbb mértéke nyilván a külföldiek udvariasságán túl az, hogy a magyar szurkolók is a szurkolói zónában a verseny helyszínei, hiszen nagyrészt magyar szurkolók vettek jegyet az eseményekre, teltházas rendezvények jó hangulatban, külön külföldi ismerőseim is elmondták, hogy összehasonlíthatatlanul jobb hangulatú itt a szurkolók, egymásnak is drukkolnak, elismerik a másik teljesítményét, tehát egy igazi jó értelemben vett baráti légkör alakult ki a lelátón, és azt hiszem a sportpályán is. A képviselő elmondta nagyon szuper dolgot a vizes VB-vel kapcsolatban, és mindig az ellenzék azt a kérdést teszi fel, hogy megérte-e. Ugyanis ezek a szuper jó dolgok azért elég nagy forrás igénnyel rendelkeztek. Képviselőnek mi a véleménye erről? Aki egy picit is ismeri a politika lélektanát, az tudja, hogy az ellenzéknek ilyenkor minden keserű. Ugye van egy közismert szó erre, hogy még az is, de ezt most nem akarom itt a tévé nyilvánosság előtt idézni. Ez az egyik. A másik, hogy aki kicsit is ismeri a magyar sport infrastruktúrát, az logikusan és reálisan látja, hogy Budapesten nem volt egy világverseny megrendezésére szolgáló uszoda például, vagy egy vizes létesítmény, fogalmazzuk így, mert ugye ebbe a toronyugrástól a bemelegítő medencéig, tehát nem arról van szó, hogy van egy 50 méteres uszoda, és akkor jó napot kívánunk. A hajós Alfred uszoda felújítások ellenére is ugye korlátozott befogadású plusz lelátókkal együtt is, és ugye nyitott. A Komjádi úszodát most kellett ahhoz felújítani, hogy méltó helyszínt adjon olyan rendezvénynek, mint például a úszó VB, és hát nem volt évtizedek óta felújítás. De nem volt egy olyan létesítmény, mint most az aréna, ahol egy ilyen rendezvényt egyszerűen meg lehet rendezni. Itt sok vád éri, ugye, vagy sok vita van a futball kapcsán. Ma Magyarországon nincs olyan stadion, ahol például a Bajnokok Ligája döntőjét meg lehetne rendezni. Nézőszám, ugye ott maximálni kell a nézőszámot, elhelyezés, körülmények, pálya, világítás, öltözők, stb. Tehát ma Magyarországon csak olyan UEFA licenszes stadionok vannak, amik a kupa mérkőzésekre néha olvasuk, hogy hol itt, hol ott át kell tenni, mert egyszerűen nem a előírásoknak, a licenszeknek megfelelően nem felelnek meg. Most ilyen volt az úszoda is. Kellett egy ilyen úszoda, egy ilyen vizes létesítmény. A vizes létesítmények tulajdonsága az, hogy a hozzávezető közműveket, egyebeket fel kell újítani, a hozzávezető utakat, járdákat, kerékpárutak, dunaparti sétányt fel kell újítani. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy leteszünk a rét közepére, a dagály úszoda mellé üres területre egy úszodát, és akkor el van intézve, hanem annak nyilván előkészítő és egyéb munkái is vannak. Ilyen volt például a Margit-szigeten a teljes új futófolyosó, járdák, kerékpárutak, új közművek felújítása, hiszen a hajós Alfred úszoda korszerűsítése kapcsán ezek szükségessé váltak, és hogy gondolkodtak előre is a szervezők, a lelátók egy bizonyos része sok mobil lelátó volt. Gondoljunk csak a Városligeti szinkronúszós helyszínre, vagy a hajós Alfred uszodába, de akár a nagy arénába is plusz lelátókkal. Ezeknek a lelátóknak a vasanyagának a felhasználásában is gondolkodtak, és egy új felhasználási lehetőséget találtak az alkalmazott idéglenes létesítményeknél. Tehát ha így rakjuk össze a képet, akkor sok-sok olyan elmaradt munka, ami eddig még nem történt meg, megépítésre került, sok-sok felújítás annak kapcsán került megépítésre, hogy a létesítményhez vezető, vagy a létesítmény közműkiszolgálását szolgálta, és egyébként is ráfért Budapest ezen részeire ez a fajta felújítás is. Gondoljunk itt a dagály környékére, aki ismert, az azért tudja, hogy nem egy ideális környezet, édenkert volt korábban. Sajnos megint nagyon rohan az idő. Ugye a műsor vége felén tekintsünk egy kicsit a jövőbe. Nézzük meg azt, hogy milyen fontosabb törvényjavaslatok lesznek a közeljövőben. Akkor távirati stílusban az őszi időszakra, nekünk mindig ugye egy ciklusra szól a szeptembertől decemberig terjedő időszakra, 50 törvény, közel 50-48 törvényjavaslatot terjesztett elő a kormányzat előzetesen. Nyilván befuthatnak olyanok, amik valamilyen intézkedés kapcsán, és nincsenek benne a nemzetközi szerződések és az országgyűlési rendeletek. Ezek közül talán hármat érdemes megemlíteni. Az egyik az, ami sokat érint, ez majd a nyugdíj intézkedéseknek a október-november körüli behozatala lesz, amit törvényszinten kell szabályozni, hiszen a gazdasági teljesítmény meghaladja
az idei terveket, és ennek a plusznak ugye a nyugdíjasokra eső, erről már többször beszéltünk itt a műsorban, ez azt teszi lehetővé, hogy a nyugdíjak utólagos emelésében nagyobb mérték lesz, mint amire az előzetes 3%-os tervben javasoltak, és e fölött is valószínűleg még lesz emelés. A másik a közbeszerzéseknek az elektronikus kezelése, tehát az átláthatóság, a nyilvánosság erősítése, ebben lesz egy változás. Egyre inkább a elektronos úton történő tájékoztatás, információ csere lép előre, és még a talán érdemes a élelmiszerek kapcsán ismert ugye, hogy a Magyarországon forgalmazott élelmiszerek eltérnek minőségileg a nyugat-európaitól, ennek az összhangjának a megteremtése, illetve hogy egy esetlegesen külön jelölést kapjanak ezek, hogy ezek az élelmiszerek, hogy ezek nem azon minőségűek, ami ellen egyébként küzd a magyar kormányzat, hogy ez a magyaroknak a fapénz is jó, csak csörögjön című mondásnak a gyakorlati ültetése, hogy eltérő minőségű élelmiszer kapunk mi, és ennek a eltörlése vagy beazonosítása címén fogunk egy törvényjavaslattal tárgyalni, illetve azt majd valamilyen döntési irányban eldönteni, hogy hogyan tovább és mi legyen ennek a vég. Ezekről a javaslatokról, illetve majd ha megszületnek a törvényekről, még úgyis sokat fogunk beszélni. Még egy technikai kérdésem lenne így a műsor végén, az pedig az, hogy ez normális, és mindig így szokott lenni, hogy egy ciklusra akár közel 50 törvényjavaslat is érkezik? Igen. Igen, nagyjából a 2010-es kormányváltás utáni, ugye ott volt egy gazdasági értelembe vett csődhelyzet, és annak a kezelése nagyon-nagyon sok módosítást a Nemzeti Banktól kezdve az egész gazdaságnak az átállítása. Gondoljunk itt a szektorális adókra, ugye a multikacsújtó adókra, hogy így fogalmazzunk, a bankszektornak, a deviza helyzetnek a kezelésére. Az egy kiemelkedően magas volt, de átlagban 200-210 törvényjavaslatot tárgyal a parlament. Nyilván sok olyan van, ami előző törvényeknek a módosítása, korhoz való illesztése, vagy Európai Uniós irányelv beültetése, ilyen például a közbeszerzési törvény többszöri módosítása is. Ez elfogadott, és ugye a Költségvetési Bizottság, aminek tagja vagyok, majdnem minden területen érintett, úgyhogy ez egy elég nagy munkát jelent nekünk az első fél évi költségvetés jóváhagyása után. A második fél évben ezek a törvények szoktak előttünk landolni, úgyhogy lesz mit csinálunk, és nem fogunk unatkozni. Ez volt a végszó mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. A nézőknek köszönöm a figyelmet, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!